Második alkalommal nyíltak meg a Mesterek portái Romanyán. Az érdeklődők 8 helyszínen ismerkedhettek különböző mesterségekkel. A porták a település különböző pontjain helyezkedtek el. Sok látogatónk van, tehát mindegyik porta azt mondta, hogy az időjárás az nem befolyásolt, úgyhogy reméljük, hogy az idei is ez lesz. 8 mesterünk volt a tavalyi évben, idén van egy vendégmesterünk is, aki agyagozik a kultúrháznál bemutatót tart, amiben változás van, hogy vannak bemutatók, tehát élő bemutatók, illetve egy gasztronómiai vonalat is bevittünk, ahol ilyen természetközeli étkeket, illetve a nemzetiség hagyományos étkeit próbáljuk megismertetni az emberekkel. A mai program az azzal bővült, hogy van a gasztronómiai vonal, és ugyanúgy a tavalyi évben is voltak előadóink, amik a nemzetiséghez is kapcsolódnak, meg természetesen helyieket próbálunk idehívni. Tehát mi a közösséget úgy próbáljuk összehozni, hogy a helyi embereket, a kötődéseket próbáljuk visszahozni. A település kultúrházában egy színes Gál Erzsébet kiállítást láthattak az érdeklődők. A festőnő több mint 3000 képe közül válogatott ki olyan darabokat, amelyek Romanyához kötődnek, vagy azokat a stílusokat képviselik, amelyeket szeret, vagy épp újonnan próbált ki. Próbáltam azokat a stílusokat hozni, amiket nagyon kedvelek csinálni. Az avantgárdon belül minden. Hát impressionista, realista, spontán realista, kubista, de tonalista, azok a kedvenceim igazából. Azokat mind fejből festem, tehát igazából fénykép nélkül, érzelmek alapján, meg amiket láttam, bármilyen formát, facsoportot vagy bármit, azt szoktam megfesteni. A patakok majdnem minden tonalista képemen szerepel, mert én itt Romanyán születtem, és itt is van egy patak, ami mindig változik, annak a formája. Nagyon szeretem. Ez a patak, ez rengeteg ihletet ad nekem, ezért is szeretem nagyon Romanyát. Ezért is járok vissza sokat. Ennek ellenére nagyon szeretem. Most újabban Pesten az Atlasz Gábortól tanulom a mindenféle stílust, és a kubista stílus most nagyon foglalkoztat. Ezek a háromszögek, a szögletes mértani formák, ezeket nagyon ugyan jó érzés őket kitalálni, hogy legyen, miként legyen, a fények hogy essenek, milyen szögbe, milyen formába. Hát ezek mind-mind ilyen érzelmi alapon készült képek, de hát van mindenféle, hoztam olyanokat is, ami konkrétan Romanyához kötődik, van olyan, ami ugye Pécshez, de van olyan, ami konkrétan kitalált, vagy azok a képeim, amiket esetleg Pesten csináltam órán, a tanárom óráján, hát 6 éve járok már erre a mesterkurzusra, és hát itt már szinte az összes stílust meg kellett tanulnunk, de nagyon szeretem csinálni, nagyon-nagyon sokat tanulok belőle, úgyhogy nagyon élvezem az egészet. A Béke utcán végig haladva, a festmények után más képekkel is találkoztunk, annyi különbséggel, hogy ezek üvegből készültek. A fali dekoráció mellett láthattak még lámpákat, kis virágokat, lepkéket és többek között kaleidoszkópokat is az érdeklődők. Mindegyiket nagyon szeretem, de a kaleidoszkópok, amik legközelebb állnak hozzám most ebben a pillanatban, ez merőben más, mint minden más lámpa vagy fali kép. Az inkább ilyen kicsit ilyen meditatív folyamat, tehát folyamatos improvizáció, amíg elkészül, és a végén kb. Meglepetés nekem is, hogy valójában mit fogunk benne látni. Varga Franciska 15 éve foglalkozik üvegművészettel, amelyen belül különböző technikákat ötvöz. Amikor elkezdtem, akkor a Tiffany technikát tanultam meg négy autodidakta módon. Ahhoz voltak meg az eszközeim, felszerelésem, és aztán ez kiegészült az üvegolvasztási folyamatokkal, és aztán most kombinálom a különböző technikákat. A műhely az látogatható bármikor, napközben, ha valaki szeretne jönni, akkor szívesen látom. Annyiból jó, mert akkor ugye a munkafolyamatokat is meg tudja nézni, vagy hogyha valamit elképzelés van, akkor ötletelünk együtt, hogy hogyan lehet azt megvalósítani.
Az idei alkalommal is esős őszi időben járták be Romanyát az ide látogatók. A tavalyi nyitott porta volt az első ilyen rendezvény, ami nagy sikert aratott. Nagyon jó volt a visszhangja, nagyon sokan jelentek meg a portákon is, nagyon sok érdeklődő volt, és a délutáni közös rendezvényünkön, tehát amikor visszaért, odaért minden porta bezárt 4 órakor, és akkor 5 órakor találkoztunk, nagyon sokan eljöttek, nagyon kíváncsiak voltak így egybe a mesterekre is, utána következő műsorok is nagyon jók voltak, tehát egy kultúrházat megtöltöttünk. Hát itt tudnám mondani, hogy a nemzetiségi létünket mi tényleg rendesen megéljük, tehát hogy visszanyúlunk a gyökerekhez, visszahozzuk azokat a népi mesterségeket, amik régen is voltak. És ehhez hatalmas segítségünk a Kaptár Egyesület és a Kaptár Egyesület kézművesei, akik szerencsénkre itt élnek Romanyán. Tehát vannak kézműves mestereink, akikkel nagyon jól lehet együttműködni. Ezek a mesterek, ez egy más világ, más gondolkodásmód, és ezek, amit idehoznak ebbe a faluba, szerintem Romanya nagyon hálás lehet nekik. Ezen a napon egy pódiumbeszélgetésre is várták az érdeklődőket, amelyet egy német nemzetiségi műsor követett. A vendégek nem maradtak éhesek, hiszen finom svédasztalos fogadással készültek a szervezők a kultúrházban.